Évértékelés. Stabil költségvetéssel zárta a 2022-es évet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Nehézség és fejlődés. Újabb pályázatokkal fejlesztik Máté Szalkát. Elismerés. Egy életpálya megkoronázása a megyei prímadíj Boronkai Ferencné számára. Stabil költségvetéssel zárta a 2022-es évet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Feladatai között elsődleges a terület és település fejlesztés. Évértékelő interjút adott televíziónknak a megyei önkormányzat elnöke, Sesták Oszkár. Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió híradóját látják. Sesták Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke azt mondta, az előző uniós ciklusból finanszírozott fejlesztések végrehajtása hamarosan véget ér, közben a következő időszakra jutó, mintegy 160 milliárd forint értékű támogatás felhasználásának előkészítése is zajlik. Látogatóközpont épül Harangodon. Ez a beruházás is TOPOS, vagyis a terület és település fejlesztési operatív programból valósul meg. Az elmúlt uniós ciklusból származó támogatásból a megye számos településén épültek utak, újultak meg óvodák és iskolák. A program lebonyolításában jelentős szerepe van a megyei önkormányzatnak, a végrehajtási szakasz pedig hamarosan véget ér. Közben a következő ciklus TOP plusz forrásainak felhasználását is előkészítették. Ezek bölcsődei programok, oldalfelújítások, energetikai pályázatok, turisztikai célú pályázatoknak a megvalósítását jelentik. Ugye a TOP-nak az induló forráskerete 150 milliárd forint volt Nyíregyháza önkormányzatával együtt. Nem látjuk még a pontos számokat a végső teljesítés illetően, de ez jóval több, mint 160 milliárd forint lesz aztán a költségnövekményekkel együtt, talán a 170 milliárdot is eléri, ezt majd a program végrehajtásakor látjuk. A TOP plusz forrás kerete Nyíregyházával együtt 166 milliárd forint, tehát jóval több, mint a TOP-os induló forrás keret, amely 150 milliárd forint volt, de biztos vagyok benne, hogy itt is jelentős túlteljesítés következik majd be aztán a program zárásakor, amely 7 év múlva lesz esedékes. Ennek a tervezési folyamatait időben lezártuk, még a múlt évben, és ebben a évben már döntéseket is tudtuk hozni két nagy ütemben. Több mint 160 milliárd forint kihelyezése megtörtént a települési önkormányzatok, illetve a kedvezményezettek felé, amelyek ugyancsak a TOP-ban már megismert fejlesztési, közösségi fejlesztéseket célozzák, kiegészítve komolyabb útfejlesztési forrásokkal, amelyek 16 milliárd forintot is meghaladnak, csapadék vízelvezetési támogatásokkal. Azt gondolom, hogy a jövő évben ezeket a fejlesztéseket is a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat segítségével akár el tudják kezdeni. A háború kitörése óta a menekültek támogatásában is kivette részét a megyei önkormányzat. A humanitárius segítségnyújtás mellett a Kárpátaljával közös beruházások is folytatódnak. Kárpátaljai önkormányzattal közös pályázati programokat bonyolítunk le változatlanul, tehát a háborús helyzet ellenére, mint a geoszerzés programunk, amely klímapolitikai célokat tűzött ki, a klíma védelmet kiterjeszteni erre az egész régióra, nem csak a megyére, illetve ezzel kapcsolatos programot kellett készítenünk ennek a programnak a keretében, de hát amely a legjelentősebb programunk lesz, és reményeim szerint megvalósul, ez a Jánosiban építőt szilárd hulladék lerakó megépítése, amely ugyancsak fontos. Ezek azok a konkrét programok, amelyeket Kárpátaljával bonyolítunk, de a segélyezésben is nagyfokú jelenléte volt a megyei önkormányzatnak, és a település önkormányzatok ebben ötösre, vagy csillagos ötösre vizsgáztak, különösen a határ mentén, illetve határ állomásokon elhelyezkedő települési önkormányzatok az első pillanatban összefogást hirdettek. Az energetikai fejlesztések a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak. A tervek szerint 2023-ban kezdődhet a megyeháza teljes körű energetikai felújítása, melyre még korábban mintegy 750 millió forintos forrást nyert az önkormányzat.
Soha nem látott kihívásokkal kellett szembenéznie a Mátészalkai önkormányzatnak 2022-ben. A gazdasági nehézségek ellenére folyamatosan nyújtottak be újabb és újabb pályázatokat, amelyekkel szebbé, élhetőbbé válhat a város. A 12 pályázatból 4 top pluszos már pozitív elbírálást kapott, így zöldülhet Mátészalka, új kerékpárút épülhet, felújítják a kegyeleti parkot, valamint új óvodai eszközöket is vásárolhat az önkormányzat. A 2019-es sikeres évet túlszárnyaló esztendőnek indult 2022 Mátészalkán. Az elszálló energia árak miatt azonban egyik napról a másikra az önkormányzat költségvetése szinte tervezhetetlenné vált. Amennyire tudtak, alkalmazkodtak a helyzethez. És bár az év második felére ez a válság rányomta a bélyegét, az év közben adódó lehetőségeket igyekeztek megragadni. Vannak sikereink is, hiszen még januárban beadtunk 4 pályázatot a top pluszos programra, illetve azon túl 8 pályázatot, összesen 12-t. Azért választom külön, mert az első 4 pályázatot, a Zöld Mátészalka programot, illetve a Mátészalka Ópályi kerékpárút megépítését, a kegyeleti park fejlesztésének a második ütemét, illetve egy 200 milliós óvodai eszközfejlesztést már el is nyertünk, hála Istennek. A Zöld Mátészalka projekt az önmagában egy 1,3 milliárdos program. Ennek keretén belül szeretnénk egy régi ígéretünket teljesíteni, amit már nagyon régen megérdemeltek a mátészalkaiak. Egy szép, nagy, korszerű játszóteret szeretnénk a Gólyakerti tó mellé építeni. Egy kis forgalomrendezésre is jut ebből a közlekedési fejlesztésre, ebből a pénzből, ebből a forrásból. A Kálvin János Református Általános Iskola mellett épülhet meg a körforgalom, amely gyorsabbá és biztonságosabbá teszi majd a közlekedést. Rég várt fejlesztés az Ópályiból Mátészalka felé vezető kerékpárút kiépítése, ez is megkapja a támogatást. További 8 pályázat még elbírálás alatt áll, ha ezeket is elfogadják, 2023 a nagy fejlődés éve lehet majd. Hiánypótló beruházásokból már 2022-ben is többet megvalósítottak Mátészalkán. Az elmúlt 30 év legnagyobb közlekedésbiztonsági fejlesztésének keretében 3 hónap alatt 2 körforgalmat építettek ki, az egyiket abban a csomópontban, ahol a legtöbb baleset történt az elmúlt években. Az M49-es autóút építésekor pedig elkészülhet majd a város 3. körforgalma. Mindemellett az ipari parkban is történt előrelépés. A koronavírus járvány árnyék azért még mindig itt lebeg a fejünk felett, és ez egy olyan üzem, amelynek a kapacitása bőségesen elég arra, hogy ezt a 15 millió magyart, a teljes Kárpát-medencét, sőt még azon túl is ellássa például egészségügyi védőkesztyűvel. De olyan fecskendőket, illetve olyan injekciós tűket is gyártanak itt, ami például a koronavírus elleni oltás beadására alkalmas. Tehát Mátészalka egy új iparággal bővült, egészségipari cégünk még nem volt, és hát mindjárt egy nagy volumenű a Nemzeti Egészségprogram keretén belül megvalósuló üzem átadására került sor, aminek nagyon örültem, hogy pénzügyminiszter úr, aki nem most kezdte a miniszteri hivatást, elmondta, hogy nem volt még olyan átadási ünnepségen, ahol nulláról ennyi idő alatt sikerült egy ilyen üzemet létrehozni. Az ipari park hamar benépesült, ezért az önkormányzat újabb 60 hektárral szeretné bővíteni, amelyre fejlesztési hitel biztosítja majd a szükséges, több mint 1 milliárd forintos forrást. Temető fejlesztés gyakorlatilag minden évben történik Mátészalkán. A 30 millió forint idén út és járda felújításra, valamint a ravatalozó körüli térkövezésre volt elegendő. Sőt, tervezik a teljesen új ravatalozót is. A cél, hogy 21. századi, modern, igényes temető legyen Mátészalkán is. A zöldítés évek óta folyamatos a városban. 2022 nyarán iskolások közreműködésével ültettek el közel 80 fát. Folytatjuk évvégi összefoglalónkat. Az év legforróbb hónapja augusztus sem múlhatott el beruházások, fejlesztések nélkül. Emellett nagy sikerrel rendezték meg az első Adolf Cukor filmfesztivált. 15 éve már annak, hogy Nagykállóban nem működik művelődési ház. A város korábbi intézményét 2007 óta már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve pedig le is bontották a kihasználatlan épületet.
Nem kell azonban sokáig várni a nagykállóiaknak az új művelődési házra. Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 1 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megépül a Kállai 2-s rendezvényközpont. Az új épület nagyobb lesz elődjénél, és több funkciót is képes lesz ellátni. Nagyobb lesz a színházterem, nagyobb létszámú vendég fog majd beférni ültetve, illetve nyilván azért ebben már a 21. századi klíma, szellőztetés, mosdóhelyiségek és az egyéb kiszolgáló helyiségek megtalálhatóak lesznek, illetve, ami nagyon fontos, hogy egy olyan próbaterem, táncterem és kis rendezvényterem valósul majd meg, ami alkalmas lesz arra a háttér helyiségekkel, raktár és egyéb öltöző, hogy tánc együtteseink, akár a kicsik, akár a nagyok, ezt próbateremként használhassák már. The winner is Mother of Apostles! Az ukrán Apostolok anyja című film nyerte a legrangosabb elismeréseket az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztiválon Máté Szalkán. Az alkotás a legjobb nemzetközi játékfilm, a legjobb rendező, a legjobb női főszereplő és a legjobb producer kategóriában is győzött. A díjakat Jubob Nepop, budapesti ukrán nagykövet vette át Máté Szalkán. Számomra ez egy lehetőség, hogy köszönetek mondjon meg a közönségnek, minden jelenlévőnek, és minden magyar embernek azért a támogatásért, amelyik Ukrajna a jelenlegi helyzetben kapja. Maga a film arról szól, ami 2014 óta átéli elég sok ukrán anya. Azóta, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, nagyon sok anya várja vissza a fiát, a lányát, aki védi az országot attól az agressziótól. Február 24-től széles körű támadás alatt vagyunk, és én bízom abban, hogy az önök támogatásával, szolidaritásával együtt tudunk győzni ebben a harcban. Hosszú József újfehértói polgármester mutatta be az új piacot a vásárlóknak augusztus közepén. A nyári melegben a legfontosabb berendezése a légkondicionáló, ami elviselhető hőmérsékletet teremt az épületben. Az átadón résztvevő Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, különösen büszke arra, hogy a testület által koordinált top forrásból sikerült felépíteni ezt a modern létesítményt. Több alkalommal személyesen is meggyőződtem, hogy Újfehértónak milyen fontos ez a piac, az itteni közösségnek milyen fontos találkozási lehetősége is. Nem csak bevásárlási helyszín, hanem valódi agóra. Eszmék, gondolatok cserélnek gazdát, gazdagodnak ezáltal nyilván, akik részt vesznek ebben a párbeszédben egymással és a közösség többi tagjával, akár mindenkivel is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos beruházás Újfehértón. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de a legfontosabbak között van. Különben örömömre szolgált, hogy mindezt a területi operatív program forrásaiból valósította meg a város. Nem sokára elkezdődik a következő topos, top pluszos beruházási program következő 7 éves szakasza is. Remélem, hogy ugyancsak sikeresen pályázik Újfehértó a további terveik megvalósításához, és hasonlóan szép és hasznos beruházásokat tudunk a jövőben is itt Újfehértón átadni. Ez egy nagyforgalmú csomópontja Máté Szalkának. A város külterületén a Kocsort felé vezető út kereszteződésénél augusztusban elkészült az új körforgalom. A magyar közút szakemberei márciustól dolgoztak ezen a ponton, ahol a jövőben már a gépjárművek és a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek. Mindig az első a legszebb, egy első körforgalmat adunk át a mai nap. Nyilván ezt egy rendhagyó, formabontó módon tesszük meg. A kollégáim nagyon kreatív megoldást találtak ki erre, hiszen a közlekedők már birtokba is vették ezt a körforgalmat, amelynek hamarosan a hivatalos műszaki átadási folyamata is elindul, de mi megragadtuk így a fényes napok előestéjén az alkalmat arra, hogy támogatóinkkal, vállalkozóinkkal, képviselőtestület tagjaival, barátainkkal együtt ünnepelve ezt a körforgalmat úgymond hivatalosan is átadjuk a forgalom javára.
A legnagyobb szárazföldi állatok ölelésében ott volt a már majdnem 100 kg körüli kis elefántborjú. Míg társai homokot szorva magukra hűsöltek a Nyíregyházi Állatpark egyik legnagyobb kifutójában, addig a kicsi még remegő lábakkal azon ügyeskedett, hogy állva maradjon és ne dőljön az oldalára. Így töltötte első óráit augusztus végén a kis afrikai elefánt Nyíregyházán. Ahogy terveztük, időben született a kisállat, így vártuk valahogy augusztus végén, szeptemberben. A kisállatot másrészt hétvégén ünnepeltük a 25 éves születésnapunkat, úgyhogy nagyszerű születésnapi ajándék. Harmadrészt, hogy a Kwanza, ez már ugyan a harmadik borja, nagyon tudja, hogy hogy kell szülni, hogy kell levezetni egy szülést, hogy kell gyereket nevelni. Egyébként itt van Buba, a nagynéni, aki sokat segít neki a gyereknevelésben is, és a szülésben is. Úgyhogy egy családi vállalkozásban szépen az elefántok elrendezték ezt a dolgot. Lufi közül integetnek a Bogyó és Babóca mese ismert alakjai. Baltazár a méhecske, vagy Lili a rózsabogár. Nem véletlenül kerültek ezek a mesefigurák a falakra. Babócáról nevezték el az új baktalolánt házi bölcsödét. A csoportszobákban minden készen állt augusztus utolsó napjaiban arra, hogy birtokba vegyék a gyerekek. A városban eddig is volt bölcsöde, de most új önálló épületbe költöztek. Új önálló épületben, új intézményi keretek között szeptembertől immár három csoportban nyújthatunk bölcsődei szolgáltatást Baktalórendházán. A korábbi években a legkisebb gyerekek számára nyújtott ellátást a Baktalórendháza és Nyírjákó települések által alkotott társulás fenntartásában lévő Zengőerdő óvoda és bölcsőde intézménye látta el. Baktalórendházán az óvoda épületében egy csoportban, Nyírjákón pedig egy mini bölcsődei csoportban zajlott a nevelőmunka. A jövő hónaptól a bölcsődei funkció leválik a régi intézményről, a feladatot ugyancsak az említett társulás irányítása alatt működő új intézményünk, a Babóca bölcsőde látja el mindkét településem. Baktalórendházán a mögöttem lévő épületben három csoportban, Nyírjákón a meglévő óvodai épület bővítményeként ugyancsak TOF forrásból megépített egy mini bölcsődei csoportban. Az átszervezéssel kapcsolatos döntéseket meghoztuk, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk, a megfelelő végzettségű és létszámú munkavállalók készen állnak a mindennapi feladatok elvégzésére. A beruházás 436 millió forintos TOP forrásból valósult meg. Az összegből az építkezésen túl jutott az eszközök és a játékok beszerzésére is. A fejlesztés részeként 6 új munkahely is létesült Baktalórendházán. Egy életpálya megkoronázása, így fogalmazott Boronkai Ferencné, miután átvette a megyei prímadíjat. A nyugalmazott botanikus tevékeny részese volt a Tuzson János botanikus kert létrehozásának, és a Nyíregyházi Állatpark színes növényvilágának kialakításában is szerepet vállalt. A díjazott 35 perc című műsorunkban elmondta, a növények már kisgyermekkortól kezdve végig kísérik életét. Meghatottan vette át Boronkai Ferencné a megyei prímadíjat a megyeháza dísztermében. A díjazott akkor így reagált az elismerésre. 60 éve vagyok a pályán, és 60 éve, ahogy a filmen is láthattuk, növények közé születtem, és azóta növények között élek. Ez korona most az én életemre. Boronkai Ferencné Ági néni 35 perc című műsorunkban arról beszélt, már kicsi gyermekként hatalmába kerítette őt a növényvilág, ami egész életében végig kíséri. Több generációs nyíregyházi családba születtem, édesanyámnak az édesanyja, tehát anyai nagymamámnak a Sóstóhegyi szőlőskertjébe, és azóta immár 8 évtizeden át növények kísérik az életemet, és növényekkel együtt élek. Tehát talán ez egy küldetés a számomra, hiszen ott gyerekként nagyon sok mindent megtanultunk a nagymamától. Nekünk a nyár ott telt el, és ahogy cseperedtünk, úgy kerültünk egyre jobban bele a munkába, és láttuk azt, mint ahogy a nagymamám is mondta, hogy amit megtermelünk, sokszor az kenyérként
majd átváltódik és kerül az asztalra. Ági néni aktív részese volt a Tuzson János botanikus kert létrehozásának, aminek évekig vezetője is volt. A Nyíregyházi állatparkban megcsodálható színes növényvilág kialakításában is jelentős szerepet vállalt, de nagyon büszke több mint 3 évtizeden át tartó oktatói pályájára is. Mindig volt olyan növény, amit be kellett szerezni, kakaó, hát olyan nehézség volt, vanília, nehézség volt, kávécserjék, papírussás, cukornád. Tehát mindig hajtott, mert tudtam, hogyha azt fogom bemutatni, vagy azt fogom mesélni, megtanítani, akkor az olyan élmény lesz, hogy azt vinni fogják magukkal, és vissza fognak térni. És akkor már újabb és újabb mesét tudok nekik elmondani. És hát ebben egy főiskolai hallgatónak egy növényhez úgy 15 mondatot mondtam, szigorúan a tananyag által előírt mondatokat, de a kicsiknek meséltem. A mesélés pedig a mai napig tart, a megyei prímadíjas botanikus ugyanis, amikor csak lehet, igent mond azokra a meghívásokra, ahol az ő tapasztalataira és szakmai tudására kíváncsiak. Az őszi szezon valamennyi mérkőzését lejátszották a labdarúgó megyei bajnokságokban, a magas terembérleti díjak miatt a futszál szakákban viszont tornarendszerben játszanak a csapatok. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága ezen a télen nem rendez sem szabadtéri műfüves felkészülési tornát, sem téli terembajnokságot. Az átigazolási időszak január 15-én kezdődik. Az elmúlt 2 évben a Covid-járvány miatt félbeszakadtak bajnokságok, majd meccseket kellett későbbi időpontokban lejátszani, ezen az őszön viszont a megyei első, másod és harmadosztály valamennyi fordulóját meg tudták rendezni. A téli időszakot átölelő utánpótlás futszál bajnokságokat viszont már tornarendszerre írta át a megyei igazgatóság, amely hagyományőrző céllal rendezett meg egy emléktornát. Tavaly december 28-án a megye egyik ikonja a női labdarúgásban, mindenféleképpen megkerülhetetlen személyiség, Kósa János itt hagyott minket, és az ő emlékére rendeztük ezt a tornát első alkalommal, de ahogy akkor is gondoltam, ez most megerősített benne a szombati rendezvény, hogy nem az utolsó alkalom lesz. Minden évben szeretnénk Jánosra ezzel a tornával emlékezni. Leányú 17-es korosztályba írtuk ki, ennek egyetlen egy oka, hogy abban a korosztályban van a megyei bajnokságunk. A résztvevő csapatok is ugye innen a megyei bajnokságból kerültek ki, 6 egyesület 7 csapattal nevezett, nagyon jól sikerült torna volt, jó hangulatú, sportszerű mérkőzések, és ami jó volt látni, hogy eszméletlen sokat fejlődtek a lányok az elmúlt években. Tehát pontosan emlékszem, hogy amikor gyerekcipőben indult a női labdarúgás itt a megyébe, hát ahhoz képest klasszisokkal jobb mérkőzéseket látunk, úgyhogy látjuk azt, hogy minden egyesületnél, akármilyen kis településről is van szó, becsületesen dolgoznak az edzők a lányokkal, és hát bízunk benne, hogy lesznek még magyar válogatott játékosok ebből a megyéből, ahogy folyamatosan kerülnek ki a lányoknál is. Az elmúlt 2 évben a járványhelyzet miatt nem írta ki saját rendezésű felkészülési tornáit az igazgatóság. Ezen a télen is elmaradnak ezek a tornák, csak ezúttal mások áll a háttérben. Azzal azért mindenkinek tisztában kellene lennie, hogy a megyei igazgatóságnak előre kell gondolkodni. És a megyei igazgatóság azt nem vállalhatja be, hogy nem tudja, hogy pontosan mennyibe kerül majd egy terembérlet, vagy egy műfős pályabérlet, hogy a helyszínek, a tulajdonosok nem tudnak minket biztosítani arról, hogy a most esetleg lefoglalt terem vagy műfűes nagypálya az januárban, februárban valóban nyitva lesz, valóban be lehet rámenni, valóban lesz-e világítás, lesz-e öltözőbe fűtés, meleg víz, vagy akár öltöző, így természetesen nem tudjuk kiírni. Tehát azért nekünk előre jó pár hónappal mindig el szoktuk küldeni a sorsolásokat, bármit a kiírásokat a csapatoknak, tehát értelemszerű, hogy ezt várják tőlünk, mi ugye azért egy igazgatóság vagyunk, ahol ugye ezt azért szépen előre le szoktuk fektetni, és ilyen bizonytalan helyzetben ezt még nem tudjuk megtenni. Ennek ellenére örülök neki, hogy egy ilyen saját szervezésben például kiírtak a megyei műfűes pályával rendelkező egyesületek maguknak tornát. Nagyon örülök neki, és nagyon remélem, hogy létre is fog jönni, és tudják segíteni a megyei csapatainkat, de mi ezek miatt ugye nem tudjuk kiírni. Az igazgatóság elindított egy játékvezetői tanfolyamot, amelynek hallgatói sikeres vizsgát követően már tavasszal ott lehetnek a pályákon.
Elég sokan jelentkeztek rá. A héten volt az első alkalom, az első oktatási nap, ahol 30 ember vett részt, úgyhogy bízok benne, hogy ebből a 30 főből azért jó páran ott maradnak, megmaradnak, végig fogják a tanfolyamot vinni, és közülük többen majd adott esetben tavasszal be tudnak csatlakozni a megyei játékvezetői vérkeringésbe. Ami külön öröm volt, ott voltam ugye az első alkalommal a megnyitón, illetve az elején még ott maradtam az előadásnak, és a külön öröm az volt, hogy sok hölgy is jelentkezett, és a hölgyek közül olyanok, akik vagy aktív focisták voltak, vagy még mai napig is aktívak, akár futszál, akár labdarúgás szakákba, tehát akik értenek a futballhoz, azok jöttek, férfiak közt is azért láttam jelenleg aktív labdarúgót, aktív edzőt, úgyhogy mindenféleképpen ez az öröm, hogy olyanok jelentkeztek erre a tanfolyamra, akiknek azért van köze a labdarúgáshoz. Téli átigazolási időszak január 15-től február 14-ig tart majd. Csak azok a futballisták cserélhetnek csapatot, akiket elenged jelenlegi klubjuk. A tavaszi futballszezon február 18-án az első osztály 16. fordulójával rajtol a megyében. December 27-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, szerda este pedig ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedden éjszaka borongós, de csapadékmentes idő lesz, a hőmérséklet 0 és 5 fok körül alakul. Szerdán napközben marad a borongós, de tavaszias idő, délután akár 9 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.